2020 év végén földrengés rázta meg Horvátországot, mely Pécsett is városszerte érezhető volt. Ennek következtében a Király utcában álló Líceum templom is belső károsodás szenvedett. A falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. A balesetveszély és a felújítás miatt csaknem 2 évig zárva tartott a Magyar Pálosrend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában lévő templom, amit mintegy 100 millió forintból javarészt kormányzati források, adományok és a biztosítási kártérítés segítségével újítottak fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta, majd azt követően a szakrális épületet Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. Csodálatos lett a templom, azt kell mondanom, és mindenképp üzen a jövő fele biztatásként, hogy annak ellenére, hogy mennyi nehézség sújtotta akár Pécs városát is az elmúlt egy évezredben, mennyi pusztulás volt, mégis újra kezdődött az élet, most pedig ebben a nehéz időszakban is biztos, hogy küzdelemre lesz szükség egyik oldalról, de másik oldalról biztos vagyok, hogy talpra fogunk állni, és ugyanúgy meg fogunk erősödni. Pécsiek is, magyarok is szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében egyaránt. A magyar kormány 2019-ben indította el az alapító halálának 750. évfordulója kapcsán a Boldog Özséb programot. Annak keretében jelentős támogatást biztosított a rend infrastruktúrális fejlesztéseihez, kulturális tevékenységéhez. A Pálos rend, ahogy Bíró püspök úr a szentmisén megfogalmazott gondolataiban is kiemelte, a hungarikumok körét, a nemzeti értékek körét gyarapítja, de a Pálos rend tevékenysége is Pécsen is igen komoly értéknek számít, ezért is örülhetünk annak közösen, hogy egy széles körű összefogást létrehozva, egy nagy közösséget alkotva sikerült azt elérni, hogy ez a templom a magyar kormány kiemelt támogatásával megújulhasson, és ismét a pécsiek a hívek előtt nyitva lehessen. A napjainkban lengyelországi központtal működő Pálosrend magyarországi tartományának székhelye Pécsett van. Emellett Budapesten, Márianosztrán, Pálosszentkúton és Hargitafürdőn működtetnek rendházat.